Már a márciusi járvány kapcsán amerikai és magyar tanulmányok is vizsgálták az élelmiszerrel való terjedését a koronavírusnak. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy élelmiszerrel terjed közvetlenül. Az más kérdés, hogyha szennyeződik az élelmiszer a kezünktől vagy egyéb felületektől, akkor viszont tovább terjedhet a kórokozó. Talán a legmindennapibb példa az az, hogyha elmegyünk egy zöldségesbe, szennyezett a kezünk, nem feltöltlenítettük le, és a saját kezünkkel végigfogdossuk a zöldségeket, gyümölcsöket, arra rákerülhetnek a kórokozók, bár úgy gondolom, hogy ez a csíreszám talán nem annyira magas, hogy közvetlenül fertőzést okozzon, ugyanez a csomagolásokra vonatkozhat, vagy arra, hogyha hazavisszük az élelmiszert, egy szennyezett felületre kitesszük, nem mosunk kezet, és onnan terjed át az élelmiszerre. Természetesen ezt tudjuk, hogy közel a vírusok 20%-a élelmiszerrel tud terjedni. Gondoljunk csak egy fertőző májgyulladásra, vagy egy kalicivírusra, hogy mekkora járvány tud okozni egy gyerek közösségben, egy menzánál. Ezért nagyon oda kell figyelnünk a higiénére. Vagy pedig húsok esetén a szalmonella, a kampilobakter baktériumoknak a tovább terjedésére. Ezért feltétlenül fontos most is, hogy az élelmiszereket megfelelően kezeljük, a húsokat alaposan mossuk meg, megfelelő módon hőkezeljük a zöldségeket, gyümölcsöket, miután megérkeztünk vele haza, és használnánk folyó víz alatt alaposan, megfelelő módon mossuk le. Az sem probléma szerintem, hogyha be van csomagolva az élelmiszer egy nejlomban vagy műanyagban, ha hazamegyünk, áttöröljük egy törlőkendővel, egy feltöltlenítő törlőkendővel, hisz rengeteg szennyeződést tudunk róla levenni. Nem igazolódott, hogy készételekkel terjedne a koronavírus, inkább itt is csak az a kérdés, hogy megfelelően használjuk a készigénés feltételeket és szabályokat. A vírus egy részfelületen csupán 4 órát életképes, műanyag felületeken akár 72 órát képes élni, és acélfelületeken, fémfelületeken 48 órát írnak. Egy papírdoboz csomagoláson pedig azt írják, hogy talán 24 óra múlva már nem mutatható ki a vírus. Hisz tudjuk, hogy a koronavírusnak is nagyon fontos a meleg és a nedvesség. Elsősorban ezért terjed légutakon keresztül aeroszol képződéssel. Haszonállatok és háziállatok kapcsán nem igazolódott, hogy terjesztenék a koronavírust, ezért elméletileg ezen állatok kapcsán nem tudunk megfertőződni.